Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Segítség a döntésekhez, önkormányzati tanácsadótestület segíti a paksi polgármester munkáját. Átverték és megzsarolták, másfél év börtönt kapott a csalóbanda egyetlen ismert vádlottja. Farsang, Tolna megye szerte rendeztek bálokat, mulatságokat a hétvégén. Kolbásztöltő verseny, 300-an gyűltek össze Majoson. Önkormányzati tanácsadó testület segíti Szabó Péter paks polgármesterének munkáját február 1-től. A négyfős grémium három területen látja el tanácsokkal a városvezetőt. Mittler István, a Paks 2 kommunikációs igazgatója, dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, és Banna János, a Paksi Atomerőmű ZRT baleset elhárítási osztályának vezetője látják el a polgármestert tanácsokkal, segítik munkáját a vezetői döntések meghozatalában a jövőben. Három nagy területet foglal magába a tanácsadás. Az egyik a kultúra, a turizmus, a sport, a városmarketing, civil szervezetek, a nemzetközi és PR kapcsolatok területe. A másik a humán közfeladatok ellátásával kapcsolatos kérdések, úgy mint a szociális, az egészségügy és a köznevelési ügyek. A harmadik nagy terület pedig a gazdasági és településfejlesztéssel kapcsolatos kérdések. Ez indokolta leginkább a tanácsadó testület létrehozását. Talán én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladat, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy milyen nagyon komoly beruházás előtt áll Paks városa, a Paks 2-es fejlesztéssel, kapacitásnöveléssel kapcsolatban. Ez természetesen a városra is, főleg ugye a gazdaság és településfejlesztéssel kapcsolatban egész nagy terheket ró, megoldandó feladatokat kell itt véghez vinni. A tanácsadó testület tagjai részt vesznek a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az akciótervek, cselekvési programok, a koncepció projekttervek előkészítési folyamatában, véleményezésében, értékelésében. Szeptembertől minden 9-es szakképzésben tanuló ösztöndíjat kap, többek között ez derül ki a szakképzés átalakításáról szóló törvény végrehajtási rendeletéből, ami a Magyar Közlönyben jelent meg. Ez alapján a technikumok esetében a 9-10. Évfolyamon mindenki megkapja a havi 8000 forintot, a 11., 12. és 13. évfolyamon pedig 10 és 50 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak havonta a diákok a tanulmány eredményüktől függően. A szakképző iskolában a 9. évfolyamra járóknak havi 15 ezer forint jár, az 50 ezer forintos ösztöndíj pedig itt már a 10. évfolyamtól elérhető. A 2020. júliusától életbe lépő szabályozás szerint az oktatók fizetése 30%-kal emelkedik, ez több mint 32 ezer főt érint. Előbb átverték több százezer forinttal, majd zsarolni kezdték az áldozatukat egy csaló banda tagjai. Simontornyán egy ház eresz csatornáit cserélték le, majd a munka befejezte után az eredeti ár sokszorosát akarták elkérni az áldozattól, akit még meg is fenyegettek. A banda tagjai közül csak egy Romániában élő férfit sikerült elfogni, ő másfél év börtönt kapott. Egy simontornyai családházba csengettek be csaló banda tagjai. A tulajdonosnak azt mondták, a közelben dolgoztak, egy ház eres csatornáit cserélték ki, és maradt anyaguk, ezért 3000 forint per méter áron az ő csatornáit is lecserélik. A munkát néhány óra alatt elvégezte a négy tagú banda, majd az eredetileg kialkudott nagyjából 150 ezer forint helyett 450 ezer forintot akartak elkérni az átvert áldozattól. A férfi nem akart ennyit fizetni, a banda tagjai viszont fenyegetni kezdték, majd kényszerítették, hogy több mint 350 ezer forintot vegyen ki egy bankautomatából, a pénzt pedig adja nekik. A rémült férfi végül fizetett,
majd a rendőrségre ment feljelentést tenni. A négy csalóból csak egyet tudtak bíróság elé állítani, mert a román állampolgárságú férfi a kihallgatások során nem mondta el, kik voltak a társai. Az elsőfokú bíróság a vádlottat zsarolás büntettében mondta ki bűnösnek, és 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint 3 évre kitiltotta Magyarország területéről. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a vádlott férfi védeni próbálta a társait, akikkel átverték és megzsarolták az áldozatukat. A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a bíróság azt, hogy a vádlott nem egyedül vett részt a sértett zsarolásában és zaklatásában, hanem több ismeretlenül maradt társával együtt követte el a cselekményt, és hosszabb időn keresztül is folytatták ezt a zsaroló cselekményt. A vádlott román férfi közben visszafizette az áldozatnak okozott kárt. Az ítélet jogerős. Halálos baleset történt Dunaszentgyörgy közelében. A tragédia hétfő reggel a 6-os úton a 119-es kilométer szelvénynél történt. 2 jármű ütközött össze frontálisan, az egyik autó vezetője a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt érvényben, kerülni földutakon lehetett. Több mint 1 millió embert térítésmentesen kaphatná meg az influenza elleni védőoltást, mégsem jelentkeznek a házi orvosoknál a vakcináért. Az idei szezonban az 1,3 millió rendelkezésre álló influenza elleni ingyenes vakcinának alig több mint felét, 640 ezer adag oltóanyagot használtak fel január elejéig a házi orvosok, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az alacsony arány nem meglepő, hiszen 1 évvel korábban ennél is kevesebben mindössze 628 ezeren kérték a védőoltást. Menni vagy maradni címmel tartott fórumot Dombóváron Kiszeli Zoltán politológus. A résztvevők olyan témákról mondták el gondolataikat, mint az ideológia által vezérelt gazdaság következményei, a németországi politika európai hatásai, valamint Európa és Magyarország kapcsolata. Azt látjuk, hogy az Európai Unió egy keretet ad a trianoni békediktátum békés túlhaladására, hogy például a Schengeni övezeten belül nincsenek határok, és hát sikerül olyan eszközöket igénybe vennünk, amelyekkel rákényszerítjük a szomszédos országokat, hogy az ott élő magyaroknak biztosítsák a jogaikat, illetve azt is látjuk, hogy a mostani békés helyzetben Magyarország erősödik, és a polgári kormány egy olyan politikát folytat, amelyben a pénz már nem áramlik ki Magyarországról, itt marad, minket gazdagít, és abból most már ott tartunk végre valahára, hogy Magyarország ismét a legerősebb ország a Kárpát-medencében. Tolna megye több pontján folytatódott hétvégén a télüzés, a farsangi mulatságokon jelmezbe öltözve búcsúztatták a hideg évszakot. Megkezdődött a farsangi bálok szezonja, Tolna megyében is egymást érték a jelmezes mulatságok. Mözsön a helyi művelődési házban csontvázak, boszorkányok, mesebeli figurák és filmhősök táncoltak együtt szombaton késő délután a Tolnai Nagycsaládosok Egyesületének farsangján. Nyúl Kornél Károly vagyok, csontváz, a mamától kaptam a jelmezt. A farsang szervezői kifejezetten a kisgyermekes családoknak kedvező időpontra tették a jelmezes rendezvényüket. Végül több mint 100-an vettek részt a közös programon. Teljesen egy új egységet próbáltunk kialakítani abban, hogy nem késő este 7 órakor kezdtük el a farsangi bált, hanem most a gyerekek véget megpróbáljuk ezt a 17-es kezdést. És nem báli jellege lesz, hanem egy kicsit ilyen diszkó. Zombán az óvodában tartottak bált a hétvégén. Az óvodás gyermekek változatos jelmezeket öltöttek magukra, mégis összefüggő koncepció alapján öltöztek be, hogy megmutassák szüleiknek és hozzátartozóiknak, mivel készültek a bálra. A gyerekek azt mondták, izgatottan várták a bált, ahol remekül szórakoztak. Sokat játszottunk, és sokat táncoltunk. És nagyon szép dalokat énekeltünk. Szép verset mondtunk, és sokat táncoltunk. A gyerekek felkészítése gördülékenyen ment, mondta a pedagógus. A gyerekeknek ez az egyik kedvenc programja. Ez a legkedvesebb, amikor barkácsolunk, amikor állarcokat készítünk, különböző állatok bőrébe bújunk. Ilyenkor minden verset, mesét szívesen hallgatnak, szívesen énekelnek, táncolnak velünk. A farsang a vízkeresztől húshagyók eddig a nagybőt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amit Magyarországon vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemeznek.
Bátaszéken is báloztak a hétvégén, a rendezvényt a református felekezet szervezte a házasság hetéhez kapcsolódóan. Országszerte és a határon túl 100 településen 300 programmal irányítják a figyelmet a házasság, a család fontosságára. A bátaszéki bál szervezői a hit, a szeretet és a közösségépítés jegyében szervezték meg a mulatságot a helyi művelődési házban. Minden közösségi rendezvény ugye egy pozitív élmény az embereknek, hogy együtt lehetnek vidámságban, örömben. Ennek a rendezvénynek az ötletét tulajdonképpen az adta, hogy szerettünk volna a házasság hetéhez kapcsolódóan mi is egy szép estet együtt tölteni, a házaspárokat egy picit újra összekovácsolni, vagy egy picit másként, más hangulatba összehozni őket. A több éves hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a Csikostöttösi bor és pálinka versenyt. A helyi és környékbeli termelők 27 bor és 55 pálinka mintát neveztek a mustrára. A zsűri a boroknál 14 arany, 7 ezüst és 6 bronzok levelet, míg a pálinkáknál 15 arany, 12 ezüst és 28 bronz minősítést adott át. Egyre többen jönnek, és a fiatalok is vállalják azt, hogy foglalkozzanak a gyümölcsel, foglalkozzanak a szőlővel, és megvan a technikai felszerelésük ahhoz, hogy jó minőségű italt saját maguknak és a barátaiknak, vendégeiknek oda tudjanak tenni az asztalra. Nem kötelező mindent a boltból vásárolni ahhoz, hogy valami jó minőségű legyen, és szerintem szívet, lelket melegítő dolog nekik, ha valaki dicséri és örömmel fogyassza az ő általuk készített italt. Először rendeztek kolbásztöltő versenyt a Bonyhádhoz tartozó Majoson. A sportpályán csaknem 300-an mérték össze tudásukat. A verseny szervezője azt mondja, nem gondolta volna, hogy ennyien részt vesznek egy friss eseményen. Vágták a húst, tekerték a darálót, és persze itták a pálinkát a majosi kolbásztöltő verseny résztvevői. Az első alkalommal megrendezésre kerülő versenyen 6 fős csapatok mérhették össze kolbásztöltői tudásukat. Az egyik csoport vezetője azt mondja, ők a verseny hangulata miatt neveztek be. Azért jelentkeztünk erre a versenyre, mert ilyen helyen még nem voltunk, ilyen műsorban, és most hallottuk, és hát mi nem azért jöttünk, hogy győzzünk, azért a társaság meg egy jó buli véget. A kolbásztöltők szabad kezet kaptak a hús ízesítésében, kreativitásukat pedig egy 5-fős zsűri értékelte. A versenyre jelentkezőknek jóformán csak az italt és a fűszereket kellett magukkal hozniuk, minden mást a szervezők álltak. A kolbásztöltő verseny főszervezője szerint hatalmas eredmény, hogy már az első rendezvényre több mint 200 ember érkezett. Számomra ez azt jelzi, hogy Bonyhád környéken egy nagyon szép összefogás van, összetartozás van, és meg lehet mozgatni a tömegeket télen-nyáron egyaránt, és szerencsére jöttek még hozzánk Felvidékről is, és még Erdélyből is ketten. A Felvidéki és a Székely csapatok mellett még 28 Tolna megyei csapat indult az első majosi kolbásztöltő versenyen. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Gazdaságfejlesztési tervek és kormányzati szerepvállalás fórumot tartottak a baranyai kormányhivatalban. Aggódnak a gazdák, a tavaszi fagyok tönkre tehetik a termést. Neved, véd, elkobzott állatpreparátumokat mutattak be a NAV munkatársai. Milyen területek fejlesztése állíthatja növekvő pályára a Dél-Dunántúl gazdaságát? Ezekről az elképzelésekről hallhattak előadásokat a résztvevők a Találjuk ki Baranyát elnevezésű program fórumán. A kezdeményezést a Baranya megyei kormányhivatal indította el. Elsőként a helyi politikai-gazdasági elitnek ismertették az előadók, hogyan képzelhető el a térség fejlesztése. Mezőgazdaság, élelmiszeripar, oktatási képzések, orvos és gyógyszerészeti fejlesztések, ipari fejlesztések, turizmus, egészségturizmus, Paks 2. Ezek azok a területek, amelyek mentén fejlődő pályára állítható a Dél-Dunántúli gazdaság. Az innovációs és technológiai miniszter csütörtök este Pécsett a baranyai kormányhivatalban ismertette a programtervet. Palkovics László azt mondta, az egyetemnek a helyi gazdasági politikai elitnek kell megegyezésre jutniuk,
tudjuk a tervekkel kapcsolatban. A helyi közösségnek kell ezt az ügyet a kezébe venni, és aki mondja a kormánynak, hogy mit szeretne. Két másfél év óta folytatjuk egyébként az egyetemnek ezt a fejlesztési projektjének a létrehozását. De ebből ugye van egy Science Park, tehát egy tudományos parknak a létrehozás az egyetem bázisán, de már más partnerekkel együtt. Hogy ennek milyen az ütemezése, hát ezt el kell dönteni. A kormány ma tárgyalta a Debrecenhez kapcsolódó hasonló fejlesztési koncepciót, na valamilyen fog itt elkészülni. Én azt gondolom, hogy nagyjából egy hónapon belül ez is kormány elé tud kerülni. Nem azt várták a fórumtól, hogy most lezáródik egy korszak, és holnaptól egy új dimenzióba kerülnek a gazdaságfejlesztési kérdések. Sok munkájuk van még ezzel a helyi szereplőknek, mondta megyei kormány megbízott. A helyi szereplőkön is sok minden múlik. Megváltozott körülöttünk a politikai környezet, új vezetők vannak, velük párbeszédet kell folytatni, meg kell tudni, hogy nekik mi a víziójuk a városról, a térségről, az övezetről, és együtt kell dolgoznunk azért, hogy egyébként a mai hátrány az a jövőben előny legyen. Úgyhogy nem lesz egyszerű feladat, de dolgozni kell úgy, ahogy eddig is. 3 éve indított el a Baranya megyei kormányhivatal a Találjuk ki Baranyát elnevezésű programot, amelynek keretében tartották a gazdaságfejlesztési fórumot csütörtökön. Itt a megye politikai vezetői, az egyetem vezetői, valamint a helyi gazdasági élet szereplői vettek részt a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó programon. Aggódnak a gazdák az enyhe tél miatt, a januári és februári tartós meleg miatt sok növény már rügyezni kezdett, egy hirtelen fagy viszont tönkreteheti az egész termést, emellett a kártékony rovarok sem pusztulnak el. Meg olyan kicsik, te nem érted? Igen, én is úgy gondolom, ugye? Hogy picik, tehát általában, hogyha kedvező a csapadékellátottság, akkor picit kúposabbak a rügyek, ezt gondolom a szárazságtól. A friss hajtásokat és a rügyeket vizsgálják a szakemberek a barackosban. A tavalyi extra termés és a kevés csapadék megviselte a növényeket, ez látszik a hajtásokon, de alapvetően jól viselték a növények a hótakaró nélküli telet. Látszik is, hogy kisebbek a hajtások, vagy most már ezek vesszők, viszont szerencsére ezek a nappali melegebb időjár, vagy nappali melegebb időjárás már kevésbé bántja őket, mivel éjszaka visszahűl azért ilyen -4-5 fokra, és ez, amit látunk a következő napokban is így lesz, hogy éjszaka mínuszok vannak, nappal meg pluszok, de ez szerencsére nem okoz akkora problémát még. A gazdák ugyanakkor tartanak a tavaszi fagyoktól, amely ha tartós vagy nagyon hideg, meghatározhatja az egész évi termést, vagy a legrosszabb esetben teljesen tönkre is teheti azt. Ez ellen megfelelő ültetéssel, gyertyázással vagy füstöléssel lehet védekezni. Ilyenkor akár egy nedves szalmabálát, vagy nádat, tehát bármilyen szerves anyagot, hogyha meggyújtunk, akkor ezt tudjuk alkalmazni. Esetleg még szakirodalom nagyon gyakran említi az edénynyalábok regenerálására használt frigokúr szert, ami hát kicsit költségesebb, de tökéletesen regenerálja ezeket a sérült edénynyalábokat, és akkor a meccéssel kiegészítve várhatunk kielégítő termést. A szakemberek azt mondják, ha fagy nem is lesz rekord termésre, akkor sem számíthatunk az idén Kajszi Barackból a tavalyi csúcs termés miatt, de az éves átlagot hozhatják majd a gyümölcsösök. Fontos határidőre hívja fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászkamara. Február 28-áig minden vadásznak kötelező érvényesíteni vadászjegyét. Az idei évtől a papír alapú okiratot felváltja a plastikkártya, amit 2021-től majd online is megválthatnak az érintettek. Ez nem jár semmilyen plusz költséggel. A vadászkamaránál pedig egyénileg és csoportosan is érvényesíthetők a jegyek, amit éves szinten meg kell tenni. Ehhez csak a személyes adatok egyeztetésére van szükség. A kártya feljogosítja tulajdonosát, hogy az ország bármely területén használhassa fegyverét az adott szezonban. Agyaki Gábor, a vadászkamara baranyai elnök elmondta, fontos betartani a határidőt, hiszen komoly következményekkel jár, ha nem újítják meg jegyüket az érintettek. 3000 vadász van a megyénkbe, úgyhogy nekik kell február 28-ig kiváltani a vadászjegyet. Nagyon fontos azt tudni minden vadásznak, hogy aki nem váltja ki a jegyét február 28-áig, ott megmarad nálunk az a lista, akik nem váltottak, és hát őnekik aztán a rendőrkapitányságra le kell adnunk ezt a népsort, és a hatóság, a rendőrség pontosabban utána intézkedik, őnekik bevonják a fegyveréket, tehát egy nagyon-nagyon fontos időpont a vadászok számára.
Szinte teljesen tönkrement az a 170 éves ház, ami Pécstől néhány kilométerre az aranyosgadányi horvát kertben áll. A tulajdonos még 2018-ban nyert egy pályázaton 4,5 millió forintot a felújításra. A leszerződött kivitelező nem végezte el a munkáját, sőt még nagyobb kárt okozott, mondta Horváth Csaba. Most adományokat gyűjt, hogy mielőbb elkezdődhessen a ház és a telek felújítása. Így néz ki most az az épület és telek, amit 1986-ban vásárolt Horváth Csaba Aranyosgadányban. Az ingatlant és környékét a történész vezette Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület használta. A horvát kert a közéleti fórumoktól kezdve a majálisokon át a születekig számtalan programnak adott helyet. A tulajdonos még 2018-ban nyert a Lechner pályázaton 4,5 millió forintot azért, hogy felújítsák a területet. A renoválásra szerződött kivitelező azonban inkább csak még nagyobb kárt okozott, mondja Horváth Csaba. Barbár csapatokat küldött, akik teljesen lerombolták ezt a házat, és mivel ez vályogház, vegyes, még le se fette normálisan, és aki kicsit ért is hozzá, a vályogra az eső az veszélyes. Már pedig rengeteget esett a múlt évben. Hiába szereztem új fóliákat, azt is szétszabdalták. A szakértő szerint a kár értéke 7,5 millió forint. Ha a 170 éves házat le kell bontani, annak költsége akár 10 millió forint is lehet. Ezért a tulajdonos feljelentette a kivitelezőt szándékos károkozás vádjával. A felújítást azonban el kell végezni, hiszen szerződés kötelezi a pályázat nyertesét. Horváth Csaba éppen ezért indított el egy felhívást közösségi média oldalán, hogy adományokat gyűjtsön. Már előfordult, tehát volt olyan ajánlat, aki mondjuk faanyagot, de elfogadunk mindent, tehát nyilvánvaló téglák kellenek hozzá, vagy vályog, vagy rendes tégla, kellenek hozzá ácsok, asztalosok, köművesek, tehát természetbeli segítséget is elfogadunk, nem csak pénzt. A megnyert Lechner pályázaton fél év halasztást kaptak a munkálatok elvégzésére, ezért a tulajdonos azt tervezi, hogy idén nyár végére felújítják a házat. Addig is minden adományt szívesen fogadnak. Krokodilbőr táskát vagy éppen elefántcsontból faragott ékszert is lefoglaltak már a pénzügyőrök hazánkban. A vámvizsgálatok során az egzotikus országokból hazatérő magyaroknál ennél különlegesebb védett állatokból készült tárgyakat is elkoboztak. Ezeket mutatja be a Pénzügyőr és Adózás Történeti Múzeum Neved Véd elnevezésű vándortárlata Kaposváron. Ezt a tatu preparátumot és ezt a krokodil fejű kínáló tálat is elkobozták a pénzügyőrök, de más védett állatból készült tárgyakat is bemutat a kaposvári Fekete István látogató központban nyílt vándortárlat. A tapasztalatok szerint ugyanis az egzotikus országokban nyaraló magyarok nem tudják, mit szabad és mit tilos behozni hazánkba. Ott helyben, azban az országban ez egy elfogadott gyakori, csak amikor hozza át a határon, akkor derül ki róla, hogy mondjuk egy védett állat, esetleg egy kobra van az üvegben. Ilyen például ez az úgynevezett kígyópálinka. Az ismeretlen folyadékban kobra tetem van. Ezt is valaki megvásárolta, s megpróbálta behozni hazánkba. És az az üzenete, hogy ne vásároljon, ne törje le, ne szedje össze, vigyázzon rá, fényképezzen és emlékeket hozzon, és ne szuvenéreket. Azonban világszerte nagy üzlet a védett állatok preparátumával való, vagy a bőrükből, csontjukból készült termékek kereskedelme. Nem egyszer ott a helyszínen úgy tűnik, hogy valami szegény embert megsegítve a turista pár fityingér, és az a szegény ember majd mennyire ebből legalább élni tud, de nagyon sokszor ezek bűnhálózatok, tehát egyáltalán nem ott landol a pénz, ahol mit gondolunk. A másik az pedig, amivel foglalkoznak, hogy a fegyver, a drog és az ember csempészet után ezek a védett állatok csempészete nagyon nagy mértékű, nagyon nagy üzlet. Egyes szabadon élő veszélyeztetett állatok és növények kereskedelmet tiltott vagy engedélyhez kötött. Erre hívja fel minden korosztály figyelmét a Kaposváron nyílt tárlat. Híradónk végén Tolna megyei témáink még egyszer röviden. Segítség a döntésekhez, önkormányzati tanácsadótestület segíti a paksi polgármester munkáját. Átverték és megzsarolták, másfél év börtönt kapott a csalóbanda egyetlen ismert vádlottja. Farsang, Tolna megye szerte rendeztek bálokat, mulatságokat a hétvégén. Kolbásztöltő verseny, 300-an gyűltek össze majosok.
Kedden esős szeles idő várható a nap első felében, délelőtt, illetve a déli órákban a legerősebb széllökések elérhetik a 100 km/h, ezt követően felszakadozik a felhőzet, délután kisüt a nap, és a széllökések is veszítenek erejükből, de továbbra is erős szél fúj majd. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!